A most megszavazott 50 millió forintot a közgyűlés 5 bizottsága között oszthatják szét. Így több pénz jut majd például a megyei jogú városban működő egyesületek és kisebb sportszervezetek támogatására. A tervezett biciklipálya terhére átcsoportosított 17 millió forintot pedig az önkormányzat idei évre tervezett költségvetéséből biztosítják. Mi pedig a következő rendes ülésen, szeptember végén akkor behozzuk a költségvetési rendet módosításánál, hogy a pumpakpályát azt más önerőből fogjuk finanszírozni. A bizottsági keretek felosztásában nem értett egyet a két frakció. Bomba Gábor, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetője, a gazdasági bizottság elnöke azt javasolta, hogy ne most, csütörtökön döntsenek ennek az 50 millió forintnak a sorsáról. Egy következő ülésen osszuk el, ez lenne az egyik, ha nem, akkor mi javasolnánk a KCV 20, Oksi 29, Szeköf 1, és akkor a másik két bizottságnak pedig 0 forintot, azzal, hogy kérjük be a költségvetés helyzetét, és kérjük fel a gazdasági igazgatóságot, hogy vizsgálja meg, hogy még 5 millió forintot lehetséges átcsoportosítani, és erről a rendes közgyűlésen döntsünk. A közgyűlési többség szerint viszont ez felesleges időhúzás lett volna, hiszen a korábbi évek tapasztalataiból látszik, hogy melyik bizottság mekkora összegből gazdálkodott eddig. Így ez az idei évre is könnyen tervezhető lenne. Én azt javasolnám, az Oksinak 25 millió, KCV-nek 19, Szekövnek 6. Én ezt javaslom, akkor az 50 milliót így osztuk föl. Végül a közgyűlés 8 igen, 6 nem szavazattal egy tartózkodás mellett ezt a javaslatot fogadta el. Így a bizottságok már a nekik járó összeggel számolva tudják az idei kiadásaikat tervezni. Ezt követően a képviselők arról is döntöttek, hogy a Nemzeti Kulturális Intézet pályázatán elnyert 30 millió forintból 25 millió forintot a Babits Mihály Kulturális Központnak, 3 millió forintot a Vosinszky-Mór megyei múzeumnak, és 2 millió forintot a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtárnak adnak.